Szurokhegy Tamási központjától mintegy 3 kilométerre található, többen is élnek ezen a külterületi település részen, de számos zártkerti ingatlan is itt helyezkedik el. Ezért volt módja az önkormányzatnak élni a zártkerti revitalizációs program pályázati forrásával, tudtuk meg a település polgármesterétől. 18 millió forint visszanemtérítendő támogatási összeg állt rendelkezésünkre, teljes 100%-os intenzitással, és ez az is fontos, hogy nem csak a itt élők tudják innentől kezdve jobban megközelíteni saját ingatlanokat, hanem rengeteg mezőgazdasági terület is van a környékén. Az eddig murvás útszakaszt ellátták aszfalt réteggel, emellett a vízelvezető rendszer karbantartása is megtörtént. A település polgármestere hangsúlyozta, fontosnak tartja azon források felkutatását és kihasználását, amelyek lehetőséget biztosítanak az utak minőségének javítására. A Kishenyét Szurokhegyjel összekötő útszakaszra is pályáztak, így még idén ez is megújulhat. Igyekszünk folyamatosan nem csak karbantartani, hanem ahol lehet ott jelentős beruházást végezve a minőségén jelentős mértékben javítani. Például itt az alattunk lévő idebekötő útra is van egy nyertes VP-s pályázatunk, ennek a kivitelezése is megkezdődik még ebben az évben. A belterületi utak tekintetében a Gárdonyi utca egy részének felújítására nyújtott be pályázatot Tamási város önkormányzata.